A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország. Ez egy 10 méteres osztály, ez kint is itthon is nagyon népszerű. Itthon ugye nagyon nagy forradalom van 10 méterben. 8-as volt a kis testvére, ezt nagyon szerették itthon, úgyhogy reméljük, hogy ez az alap, ez jó kiindulás lesz ez. A Fanándi annak idején, amikor az egykezest megtervezte és az első versenyt elindította, ugye az innováció indult el a Balatonon, ami próbálta lekövetni a nemzetközi trendeket valamennyire költséghatékonyan, és abból indult ki az előtt modell a 8 méteres, és ennek a hozománya ugye a 10 méteres. Most ugye kinyitották a kategóriát több egykezes versenyen, és most már ebben a méretben is lehet egykezes, négykezes versenyeken sikerrel menni. A hajónak az olyan paraméterei, mint például a súlya, vagy a vitorla mérete, az hozza magával a sebességet és a teljesítményt. A külseje, az a rendezés, maga a belső, ami hozza magával azt a metszetet, ami a versenyzés és a családnak a hétvégi kikapcsolódást is tudja hozni. Minden kóthajónak egy fontos jellemzője, hogy ne csak pályaversenyen tudjon eredményeket hozni, hanem hosszabb regattákon is, vagy akár többnapos versenyeken is egykezesen is el tudja vinni maga egy kormányos, meg ugye egy trendszerű dolog az is, hogy ezek az egykezes, négykezes versenyek azok akár itthon, akár külföldön is egyre nagyobb teret nyernek. Ebben mondjuk egy szerepet játszik az is, hogy a Covid miatt az ilyen versenyeknek a száma pedig hatványozottan növekszik. A Balaton ugye hely specifikus a merülés miatt, úgyhogy itt azért a 2 méterrel erre figyelni kellett, tengeren lehetett volna nagyobbat csinálni. Sok apró technikai újdonság van, ami külföldön itt-ott már tetten érhető. Orsudár például leszerelhető szállításhoz is, akár ütközésnél, sérülésnél gyorsan cserélhető. Annak a megoldásai van, benne egy svert, ami víznyomásra, gyakorlatilag oldalra önbeálló, úgyhogy nem kell két svert, van benne egy billenthető tőkesúly, ami hát ugye nem újdonság, de ebben a méret kategóriában itthon most 10 méterben nincsen gyártás alatt. Ami érdekes, az a szimmetrikus kajüt lejáró, az itthon eddig még nem volt. A Trenta Szettén van egyedül, ez ugye nagyon nagy segítség, csörlőbe lehet spórolni, súlyban lehet spórolni, vitorla fel lehúzásnál tud segítség lenni pályaversenyzésben akár. És gyakorlatilag ez egy versenyhajó, amit családot is be tud fogadni túrázásra, és alkalmas belül nagyon komoly ülő magasság van, álló magasság ugye nincs, viszont 6 főre alkalmas fekhelyet ki lehet alakítani. Hát itt sok mindent a Covid helyzet fog meghatározni, de megpróbálunk itt a magyar versenyszezonba beilleszkedni, tesztelni nagyon sokat. És onnantól kezdve gyakorlatilag meglátjuk, hogy utazni lehet-e, de elsősorban itt a Balatonon tervezzük az idei szezont. Értelemszerűen az idei év, ez sok szempontból tanuló év lesz nekünk is a hajó szempontjából, de azt gondoljuk, hogy hogyha a Covid engedi, akkor elég sok helyen be tud mutatkozni, akár itthon, akár külföldön. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország.